Köszöntöm nézőinket! Önök a Sopron Televízió csütörtöki híradóját látják. Nézzük fontosabb híreinket röviden. Hűségnapja. Koszorúzással emlékeztek meg a 102 évvel ezelőtti népszavazásról. Nemzeti emlékhely. Átadták a megújult Nagyszentki Széchenyi kastélyt. Adventi koncert. Hangversennyel és püspöki áldással hangolódott karácsonyra a Soproni Egyetem. Megemlékeztek Sopronban a hűség napjáról. 1921. december 14-én kezdődött a népszavazás, amely során Sopron és a környező 8 település lakosságának döntő többsége a trianoni békediktátummal szembeszállva határozott úgy, hogy Magyarországhoz kíván tartozni Ausztria helyett. A Nemzet Sopronnak. Ez a felirat állít emléket a 102 évvel ezelőtti népszavazásnak a Tűztorony hűségkapuján. Dr. Farkas Ciprián polgármester hangsúlyozta, erre az évfordulóra minden soproni joggal lehet büszke. A magyar jogtörténet első népszavazása zajlott 1921. december 14-én Sopronban és a Sopron környéki településeken. A kérdés pedig sorsdöntő volt az első világháború utáni Magyarországon, hogy hova is kíván tartozni Sopron. Magyar kíván maradni, vagy osztrák kíván lenni. Mi itt azt megelőző időszakban a nagyhatalmi törekvésekkel sikeresen mentünk szembe, és a saját kezünkbe tudtuk venni a sorsunkat, ezért aztán egy referendum keretében döntetett a város a hovatartozásáról, és 7107-es szótöbbséggel, nagy többséggel, tehát a magyar haza mellett tette le a voksot a város és a környező falvak lakói. Mi akkor hitet és reményt adtunk a magyar hazának, hiszen az első világháború utáni időszakban egy nagyon nehéz korszakban élt Magyarország. Az emlékművet december 14-én délután koszorúzta meg dr. Farkas Ciprián polgármester, dr. Simon István alpolgármester, dr. Csiszár Szabolcs alpolgármester, a népszavazásban részt vett települések vezetőivel közösen. Dr. Sopronyi Turner Mihály szobránál is fejet hajtattak a megemlékezők. Az egykori polgármester mindent megtett a magyar sikerért, kiemelkedő szerepet játszott a közvélemény megnyerésében, majd népszavazás gyakorlati lebonyolításában. Az 1921. december 14-i népszavazás végeredményét december 17-én az Rényi Ilona Tiszti Leánynevelő Intézetben hirdették ki, a soproni lapok pedig rendkívüli kiadásban adták hírül, hogy magyarok maradtunk. Az emberek nagy tömegbe, rengetegen érkeztek a templomokba, és fohászkodó istentisztelet keretében könyörögtek a mindenhatóhoz, hogy Sopron magyar maradhasson. A lányok, asszonyok nemzeti színű szalaggal készültek, és a férfiaknak a kabátjára ilyen nemzeti színű szalagot tűztek ki, ezzel is erősítve őket a szavazáshoz. A szavazás akkora lelkesedés volt, hogy az első szavazókörbe sajnos egy szörnyű baleset is történt. A lépcső leszakadt a szavazóknak a súlya alatt, és többen súlyos sérülést szereztek. Ennek ellenére a szavazás nagy többséggel, magyar győzelemmel zárult. Ez a szavazáshoz kellett az a küzdelem is, amit a Rongyos Gárda folytatott, még a nyári időszakban, szeptember időszakban megakadályozta azt, hogy a terület, a nyugat-magyarországi terület osztrák kézre kerüljön. A megemlékezés a Hűségzászlónál és Soproni Turner Mihály sírjánál folytatódott. A rendezvénysorozat a városi kitüntetések átadásával és a Hűségpark avatásával szombaton zárul. A népszavazás emlékére az országgyűlés 1922-ben a Civitas Fidelissima, azaz a leghűségesebb város címe jutalmazta Sopront. 2001-ben Magyarország kormánya a népszavazás emlékére december 14-ét a hűségnapjává nyilvánította. A 3 éven át tartó felújítási munkálatok befejeztével december 14-én adta át ünnepélyesen a Nagyszentki Széchenyi kastélyt Ág Péter, az állami beruházások társadalmi koordinációjáért felelős államtitkár, Olá Zsanetta, az Eszterháza központ ügyvezetője, és Barca Attila, a Sopron és térsége országgyűlési képviselője. A megnyitón elhangzott, a cél az, hogy a nemzeti emlékhely mihamarabb nemzeti zarándok helyé is váljon. Kívülbelül megújult a Nagyszentki Széchenyi kastély, mellyel egy kiemelt turisztikai fejlesztés zárulhatott le. A 3 milliárd forintos, részben kormányzati támogatásból megvalósuló beruházás során az épület újra régi fényében tündökölhet. Új kiállításokat hoztak létre, mely bemutatja az akkori kor enteriőrjét, de Széchenyi pályafutásán is végigvezeti az érdeklődőt. Emellett az angol kertet is korhű állapotba tekinthetik meg a látogatók.
Ág Péter államtitkár kiemelte, hogy hazánkban rengeteg csoda és érték van, amit mindenkinek látnia kell, de fontos, hogy ezeket minőségi, modern köntösbe tudjuk bújtatni. Itt Nagyszenken állva pontosan a hazánk szabadságáért és jólétért tevékenykedő két nagy magyar, Széchenyi Ferenc és Széchenyi István szellemét idézhetjük fel. Mindkét Széchenyi utat mutatott a saját korának, és utat mutat a mai napig nekünk is. Megfelelni nem könnyű ennek a történelmi tehernek, de a legnagyobb magyar jó tanáccsal látott el minket. Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövőn. Az átadó ünnepségen dr. Farkas Ciprián polgármester és Barca Attila Sopron és térsége országgyűlési képviselője is részt vett, aki elmondta, hogy térségünk számos természetföldrajzi és épített örökséggel rendelkezik, amelyeket meg kell becsülnünk. Ez a jelenlegi átadás, a mai nap, ami miatt itt vagyunk, közel óriási 3 milliárdos támogatásból valósult meg. A kastély turisztikai fejlesztése történt meg, mely előtérbe helyezi a hasznosítás és a fenntarthatóságnak is az elemeit. Megtörtént a homlokzatnak a teljes felújítása, a nyilázároknak a restaurálása vagy cseréje, ennek a csodálatos épületnek, ahol most ülünk, ennek a közösségi térnek a felújítása, elkészült a kiállítás infrastruktúrájának és tartalmának a felújítása, az épület teljes energetikai megújítása, elkészült a díszudvar, a bejárat, ott a jegypénztár, és hozzáteszem, hogy a hársfasor is teljes mértékben megújulhatott. Olá Zsanett ügyvezető köszöntő beszédében elmondta, hogy a kastély megnyitásával a térség turizmusa újra fellendülhet, így fontos szerepet tölthet be ismét a helyi közösség életében. Nyilvánvalóan egy ilyen örökség, amit mi nekünk feladatunk gondozni, akkor lehet élő, hogyha egyrészt egy olyan kiállítást tudtuk megvalósítani, amely vissza tudja adni és át tudja adni a következő generációnak Széchenyi örökségét. A másik pedig, hogy mindezt oly módon tegyük meg, hogy ne csak egy állandó kiállítás, hanem olyan tereket alakítsunk ki, ahova további programok, kiállításokat tudunk majd hozni, hiszen azt hiszem, hogy 100 év múlva akkor lesz, hogy az épület ugyanilyen szép állapotban, hogyha azok a fiatalok, akik most eljönnek ide, saját élményekkel tudnak gazdagodni, akár a kiállításban, de aztán akár a kertben és olyan további eseményeken, amely számunkra is kedves. Az egyszintes barokk kastély az 1750-es években épült, kialakítása során felhasználták az egykora helyén álló majorsági épület alapfalait is. A kastély földszinti teremsora, lépcsőháza és emeleti nagyterme máig őrzi eredeti barokk formáját. A megújult kiállítás bemutatja gróf Széchenyi Istvánt, mint államférfit és mint magánembert is. Családtörténete, a Széchenyi István életműve és otthona egyaránt megjelenik a kastély tereiben, melyek december 15-től a nagyközönség számára is látogathatóak. Adventi hangversenyt rendezett a Soproni Egyetem a Ligneum látogatóközpontban. Az intézmény oktatói és hallgatói kórus muzsikával, komoly zenei koncerttel és csengettyű szóval hangolódtak az ünnepre. Ezzel a zenés produkcióval vette kezdetét a Soproni Egyetem ünnepi hangversenye. Az eseményen dr. Farkas Ciprián polgármester, dr. Simon István alpolgármester és Barca Attila országgyűlési képviselő is részt vett. A zene és a művészet olyan közös nyelv, amely erősíti az adventi várakozást és a karácsonyi békesség érzését, hangsúlyozta köszöntőjében professzor dr. Fábián Attila rektor. A Soproni Egyetemen most már évtizedes hagyománya van az adventi hangversenynek, ez most már az elcsendesülésnek és a várakozásnak az ideje, és mi is zárjuk lassan az évet. Egy nagyon nehéz tanév után vagyunk, egy nagyon nehéz év után vagyunk, és úgy gondoljuk egyébként az elődeim is, és én is úgy gondoltam, hogy ilyenkor karácsonykor egy kicsit összejövünk, egy kicsit elgondolkodunk, és egy szép hangversennyel, egy szép komoly zenei hangversennyel, egy meghitt együttléttel fogjuk ünnepelni a karácsonyt, és várakozunk. Szerencsére a vendégek elfogadták a meghívásunkat, nagyon nagy öröm, hogy excellenciás püspök úr is közöttünk van, a város vezetői is eljöttek a ma estére, úgyhogy Sopron, egy kicsit Sopron és az egyetem együtt ünnepli ezt a szép ünnepet. A rendezvényen dr. Veres András megyés püspök mondott ünnepi áldást. Karácsony az öröm ünnepe, az advent pedig az örömre való fölkészülésnek az ünnepe. Minden ember keresi ezt az örömöt, békét, de nem mindenki találja.
Adi gyönyörűen fejezi ki egyik szép versében az Istenkereső lármában, hogy ő is hogy jutott el Isten fölismeréséhez, és Istenben hogy talált rá az örömre, a békére. Azt gondolom, hogy ez sok kortársunknak üzenetértékű, hiszen csak Istennél, a Teremtő Istennél találhatjuk meg azt az örömöt, amire minnyájon vágyunk, akár bevallja valaki, hogy hívő, akár nem vallja be, hogy hívő, de Isten, aki minket teremtett, ő adja az ember számára az örömöt, a békét, és hát akkor viszont nekünk ezt nagyon tudatosan keresnünk is kell. Sokan készülnek karácsonyra, vásárlással, mindenféle módon, de nem biztos, hogy Jézust keresik. A hangversenyen a Soproni Egyetem oktatóiból álló adventi kórusának karácsonyi műsorát is meghallgathatták az érdeklődők. December 19-én 7 és 16 óra között társas nagy vadvadászatot tartanak a Soproni parkerdőben. A Tanulmányi Erdőgazdaság ZRT arra kéri a lakosságot, hogy a fokozott balesetveszély miatt ezen a napon az erdő területét saját biztonságuk érdekében ne látogassák. Jövő héten kedden reggel kezdi a vadászatot a TAEG ZRT a Soproni parkerdőben. A szakemberek a délelőtti órákban a Lővérkempingtől a Récsényi útig, délután pedig a Récsényi út és a Szalamandra tó közti területen fognak vadászni. Erre azért van szükség, mert az utóbbi időben megnövekedett a lakossági bejelentések száma a vaddisznók által okozott belterületi károkozások véget, és mivel itt a biztonság az első, mint minden máshol is, ezért ez az egyetlen olyan hatékony módja a vaddisznókárok megelőzésének és a vaddisznók átterülésének más területrészekre, ami kivitelezhető jelen pillanatban. A Tanulmányi Erdőgazdaság arra kér mindenkit, hogy a vadászat ideje alatt ne látogassák a parkerdő területét. A karácsonyi vásárok veszélyeire figyelmeztet a rendőrség. A szakemberek szerint az ünnepek közelettével megnő a zsebtolvajok száma, ezért az értéktárgyak védelmére kiemelt figyelmet kell fordítani. Bezárom a táskámat, mondjuk ezen most éppen nem látszik, de vannak rajta cipzárok, úgy rakom be, itt van egy belső rész, hogy oda rakom általában az, ami olyan értékes, bezárom, és akkor így ide szorítom magamhoz. Így védekezik a zsebtolvajok ellen Sommer Gabriella a Soproni adventi vásárban. A híradónk által megkérdezett emberek a telefonjaikat és a pénztárcáikat a táska belső zsebébe rakják, retikül helyett váltáskát hordanak, és nem viselnek feltűnő ékszereket. Fogjuk a táskánt a hónunk alatt, és vigyázunk rá nagyon behúzott cipzárral. A rendőrség országszerte kiemelt figyelmet fordít a karácsonyi vásárok és a bevásárlóközpontok ellenőrzésére. A szakemberek arra kérik a lakosságot, hogy fokozottan figyeljenek értékeikre, ha forgalmas helyen vagy tömegben tartózkodnak, és csak annyi készpénzt hordjanak maguknál, amennyi feltétlenül szükséges. Változékony lesz az idő, az időjárásról bővebben híradónk után hallhatnak. Ezután Mozaik című műsorunkban a hűségnapja alkalmából az 1921-es népszavazásról lesz szó, majd az Egy hetet című magazint láthatják. Kedves nézőink, Önök a Sopron Televízió csütörtöki híradóját látták. Műsorainkat és további híreinket keressék a sopronmedia.hu oldalon. Valamennyi munkatársam nevében köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra! Pénteken hosszabb, rövidebb időre kisüthet a nap, de a Dunántúlon zápor, esetleg hózápor kialakulhat. A naposabb tájokon élénk, erős lesz az északias szél. Kora délután 1 és 7 fok közötti csúcsértékekre van kilátás. Szombaton sokfelé számíthatunk több órás napsütésre, de egy-egy futózápor nyugaton, délnyugaton előfordulhat. Főként a Dunántúlon lehet élénk, erős az északi északnyugati szél. Több felé fagyos lesz a reggel, napközben pedig 2-8 fokot mutathatnak a hőmérők. Vasárnap és hétfőn számottevő csapadék sehol sem várható, viszont a tartósabban párás ködös tájakon szitálás előfordulhat.